Már megy? Ja, na. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szív TV kedves nézőit és az itt megjelent vendégeket az idei Mozgó Videó Magazin utolsó adásában. Miután karácsony után vagyunk, és szilveszter előtt, ezért én is egy kicsit kezdek fáradni már, ugye a sok beiglitől. Attól függetlenül utólagosan is nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiuknak, plusz előlegezvein ván, nagyon boldog új évet, kellemes húsvéti ünnepeket, nagyon boldog születés és névnapot, éljen augusztus 20. Igen. No, ennek a műsornak van egy apropója, tudnillik a Videó Magazin 100. évének, 40, nem, bocsánat, mondom, hogy kezdek egy kicsit fáradni, de nem baj, mert úgy néz ki, hogy van egy segítségem is így az év vége felé, Kriszta. Szerbusz, szeretettel köszöntök mindenkit. Na, hát akkor így vagyunk. Tehát még egyszer rámegyek. Rendkívüli előadás lesz a mai előadás. Na, már színházban gondolkodom, szóval rendkívüli adás lesz, lesznek meglepetések, ezt majd látni fogják. És az apropója a műsornak a Videó Magazin 100 éves fennállásának 10. kiadása alkalmában. Na várjál, ne nevessél, figyelj, ezt, tehát ezt úgy is el fogom mondani. A 100. kiadásának a 10. éves fennállásában a... Most mit nevetsz? Hát nem értettem az utolsó mondatodat, kristálytisztán. Hát akkor próbáld meg talán elmondani te. Ha-ha. Köszi. Hát... Az új... Most itt... Na látod, na figyelj, szóval nem érdekes, tehát én elmondom, tehát a Videó Magazin 100. kiadásának az alkalmából vagyunk itt, ugyanis 10 éves ez a magazin. Én azért mindjárt... Sikerült. Akkor én át is adnám neked a szót, próbálkozz el vele. Szerintem itt lesznek emberek, akikkel tudsz majd nagyon jó interjút csinálni, de én azért megelőlegeznék egy interjút. Megengeded nekem ezt? Persze, parancsolj. És utána átadom neked a szót. Hát akkor... Menjünk! Okay. Jó estét kívánok, tiszteletem az uraknak. Úgy látom, a ruhájukból ítélve, hogy valami közük van ehhez a barátságos kis vendéglőhöz. Természetesen, mi vagyunk a vendéglősök, kollégám és barátom. Dósa István vendéglős. Én Sárdi József vagyok, és mivel az ünnepek alatt vagyunk, nemrég múlt el a karácsony, gondolom, hogy kocincsunk egy pohár vodkával, és ha... Oh. Felkínálhatom, hát a vendéglős meg az idősebb jogán, hát tegeződjünk. Köszönöm szépen. Hát akkor ne várassuk sokáig ezt a dolgot. Hát akkor kedves egészségünkre. Kedves egészségünkre. És boldog, szervusztok. Boldog új évet. Satöbbi. Ez igazán kellemes, látom profin be van hűtve. Mondanál nekem akkor most már, ha tegeződünk valamit, hogy hol is vagyunk tulajdonképpen? A Sasadi úti Korona vendéglőben vagyunk, a Korona Panzió vendéglőjében, amely körülbelül 10 éve nyílt, és büszkék vagyunk a családias hangulatra. Igazán kis vendéglő, minden vendéggel jó kontaktusunk van. Értem. Nos, a mondottakból ítélve panziót említettél, tehát gondolom, hogy itt azért lakni is lehet? Hát természetes, mint általában minden panzióban. Van 8 szobánk, ami még bővíthető is, és szeretettel várunk minden kedves vendéget, úgy a panzióban, de főleg az étteremben. Értem, és esetleg az árakról valamit lehetne mondani? Tulajdonképpen áraink mindenki számára elérhetőek, nagyon kellemes kis étterem ez. Hát igazán nagyon barátságos a hangulat, és én is örülök, hogy itt lehettem. Te mit szólsz ehhez, Kriszta? Sikerült valamit kidolgoznom? Innentől te jössz. Én innentől már csak mulatni fogok. Boldog új évet! Puék! Köszi! A Videó Magazin partiján kit is kérdezhetnénk meg a részletekről, hanem a főszerkesztőt. Szia Tamás! Milyen apropóból szerveztétek ezt a bulit? A Videó Magazin első száma 1985. decemberében jelent meg, a 100. száma pedig most nemrégiben, 1995. novemberében, és ez adta az apropót, hogy megszervezzük a Videó Magazin buliát. Látom, azért szép számban megjelentek itt. Kiket hívtatok meg? Igen, szerencsére sokan elfogadták a meghívásunkat. Részben meghívtuk a videómagazin alkotó gárdáját, a videómagazin szerzőit, részben pedig azoknak a videókiadóknak a vezetőit, akik egész évben segítették munkánkat.
Tudod, mit kérdeznek, hogy hogy érzik magukat, jó? Rendben. Elsőként Mihály Györgyöt, az Intercom ügyvezető igazgatóját kérdezem. Hogyan sikerült az Intercom számára az idei év? Jártunk-e moziba eleget? Természetesen az én számomra soha nem járunk eleget a moziba. De hogyha tömören akarod a válaszomat hallani, igen. Megemelkedett egy kicsit a nézőszám. Nem veszítettünk nézőt. Ennek azt hiszem, hogy az egyik oka az az, hogy elkezdett a mozik színvonala javulni. A mozi vetétársa a videó. Kölcsönöztünk-e elég videókazettát idén 1995-ben? Természetesen nem. De úgy gondolom, hogy ez a tendencia is javul. Azt mondják a hírek, hogy csökken a kalóz videó aránya. Még mindig elég rémes, mert még mindig 65-70% a teljes piacnak kalóz. De ahhoz képest, hogy 2-3 évvel ezelőtt 85% volt, ahhoz képest egy fantasztikus előrelépés. Nagyon nagy új vívmány a lakosság értékesítésű kazetta, még mindig nincsen jó szavunk rá. Most azonnal hirdetek egy pályázatot, ha megengeded. Természetesen. Találjunk ki a lakossági kazetta értékesítés helyett egy olyan szót, kifejezést, amely fogyasztható az ember számára. Az első díj egy Csillagok háborúja trilógia kazetta lesz. Második díj egy Oroszlán király, harmadik díj, mondhatok egy egyéves videómagazin előfizetést? Igen, legyen egy egyéves. Rendben. Tehát nagy vívmány a lakossági videókazetta értékesítés. Meg lesz az Oroszlán királyból a 100 000 eladott példány? Én nem szeretek a medvebőrére inni. De fantasztikus karácsony ajándék lenne, ami számunkra ehhez igaz lenne. Fényem mindent elég, az örök lét, ami benned él, mert az élet az úr, lelkünk szárnyaló, rosszon jött a jó. Ez így való, és ha útra kész, hidd el, várnak téged, mert az élet, az élet az Úr. Szeretettel üdvözlöm körünkben Stencer Noémit és Barta Ferencet. Noémi ma a Flamex Interstar ügyvezetője. 10 évvel ezelőtt a videomagazin indulásakor a Mokép igazgató helyettese volt, Barta Ferenc pedig az Intervideo ügyvezetője. Noémit kérdezem először, miként változott a videomagazin a 10 év alatt, és miként a videópiac az elmúlt évtizedben? Mind a kettő természetesen nagyon sokat változott. A videópiac változásával együtt hozta azt a változást, ami a magazinban is történt, illetve az a millió magazin, ami megjelenik most. Nagyon szép korszak volt, alig volt videótéka, a Mokép videótékát nem lehetett bezárni esténként, pedig alig volt nyugati film, illetve voltak, és úgy vitték a magyar filmeket, az új magyar filmeket is, és mindent vittek, és boldogok voltak, hogy láthatnak valamit. Ma viszont annyi film van, hogy az ember attól boldogtalan szinte, hogy ennyi minden ide ömlik, aminek nem is kéne talán. Köszönöm szépen, és Ferinek mi a véleménye az elmúlt 10 évről? Szebbek lettek a borítók. A lapok, magazinok első oldala, utolsó oldala sokat változott. Nyilvánvalóan a piaci viszonyoknak megfelelően, hiszen kezdetben még egy-egy csinosabb hölgy, vagy egy érdekesebb műszaki berendezés jelentette a csáverőt, most már azért a világsztárok kerültek oda. Én kicsit sajnálom, hogy eltűntek a nők, és sajnálom, hogy a sztárok között nincsenek magyar sztárok.
Számomra még az egy eléggé kézzelfogható folyamat volt, hogy az újság szinte számról számra bővebb lett információban. Tehát a korábban úgy gyakori hosszabb cikkek, nagyobb kifejtések helyett a rövidebb színesebb hírek is bekerültek. Én többször drukkoltam az újságnak, és úgy éreztem, hogy előbb-utóbb meg fog szűnni az újság, és gondosan eltettem egy-egy lapszámot, mondva, hogy ez lesz az utolsó, és aztán némi késéssel mindig megjelent egy újabb is. Én örülök neki, hogy még mindig újabbak és újabbak vannak és lesznek, és hát ezt te tudod a legjobban, hogy ezt nagyon sokszor a lelkesedés tette lehetővé, és nem annyira a pénz, ami az újság mögött volt. Igen, ez így volt. Siflis Olivér, a Best Hollywood ügyvezetője. Hogy érzed magad itt a partin? Hát köszönöm szépen, jó, de én azt hiszem, hogy sokkal jobban érezném magam, ha nem lenne évvége, amikor akkora hajszal alatt vagyunk, hogy naponta dolgozunk 10, 12, 14, 16 órákat, valamikor nem is alszunk, mert hát hála Istennek elég jó megy a piac, és muszáj csinálni. Most is egy újdonsággal jöttünk elő, mint tudják, hogy Best Hollywood évek, és 3-4 éven át, amióta mint forgalmazó itt van a magyarországi piacon, főleg akciófilmekkel foglalkozott, ismertek vagyunk arról, hogy mi vagyunk a kizárólagos Bruce Lee forgalmazói, Jackie Chan, nagyon sok Jackie Chan filmünk van. Szerettünk volna újítani valamit, és közösen a Multi Home videóval kiadtunk egy nagyon szép kazettát, vagyis nagyon szép két kazettát, 2x52 percet. A kazetta a Szentföldről szól, és én már tudtommal nagyon sok család, a családi körbe karácsony előtt sikerült megnézni, megtekinteni ezt az igazi, hogy is mondják, azt utazást, a útifilmet arról a helyről, ahova nem biztos, hogy mindenki el tud utazni igazából. Javaslom, hogy nézzünk meg egy részletet ebből a filmből. Golgota, kerti sírbarlang. A vendégek között találtuk Kocsis András Sándort, a Kossuth Könyvkiadó vezérigazgatóját. Milyen apropóból jött el erre a partira? Hát ez egy nagyon kedves baráti meghívást kaptam. Ez volt az egyik apropó. Talán még két oka van. Az egyik, hogy résztulajdonosai vagyunk a videomagazinnak. A másik, hogy a Kossuth Könyvkiadó is bizonyos szemponton határterületeken dolgozik a könyvkiadás mellett, tehát egy picit rokon szakma, sőt mi több néhány területen együttműködünk a videóvilággal. És miket ajánl ezek közül, a kiadványok közül a kedves nézőknek? Hát, amielőtt ajánlanék, hadd mondjam el, hogy a könyvek mellett a kiadók között elsőként kezdtük el foglalkozni a multimédiával, a CD-rommal. Ugye sokan féltik a Gutenberg galaxist, hogy vajon vége lesz-e a multimédiától. Én azt mondom, hogy nem lesz vége, mert ezzel kitágul. Ugye ez egy olyan világ, ahol a könyvszakmai szaktudás mellett megjelenik a vizualitás, megjelennek azok a tímek, akik hanggal, akik képpel foglalkoznak. Tehát ha úgy tetszik, egy új minőség lép közénk, lép a nézők, illetve a számítógép barátai elé. 12 voltunkban, a 26 közül már multimédia lemezek forgalmazásával foglalkozunk, nagyon sok lemezt importálunk. A szakmában a világ legnagyobb cégeivel vagyunk kapcsolatban, mondjuk Európából említettem a Bertelsmann multimédiát, vagy Amerikában a Voyager-t, vagy a National Geographic-ot, itt CD-romokról beszélek, és elindultak a hazai fejlesztések, már a 7. multimédia lemezünket adtuk ki. Hogy mit ajánlok ezek közül? Ajánlanám, amit egy hete került a sajtó elé, és most már a boltokba, a Brain multimédia. Brain a világ legnagyobb etológiai enciklopédiája, 8500 lexikon oldal, 18 kötet, 2500 kép, 50 videó részlet és 50 állathang.
mindezt rátettük egy tenyérnyi nagyságú lemezre. Ez 10 hónapos fejlesztés és 38 ember munkája volt. Egy hét után azt hiszem igen komoly sikerrel kezdtük a forgalmazását, de van egy rokon terület a szakmával. Szintén karácsonyra Európa egyik legismertebb ismeretterjesztő kiadójától vettünk át 4 videófilmet, és ezt adtuk ki. A magyar nézők és olvasók előtt a szemtanú sorozat már jól ismert könyvben. Mi ennek a videós változatát adtuk ki. 4 filmet a lovakról, a dzsungelről, a csontvázról, illetve a nagymacskafélékről. Amióta történelem a történelem, az embereknek szükségük volt a lóra. Együtt nőttünk fel vele. Vad ösztöneit kordába szorítottuk. A nagy királyok, tábornokok, felfedezők, sőt még az istenek is mind-mind tudtak lovagolni. Senkinek sem sikerült azonban leigáznia a lovak független szellemét. Az emberek egyszerűen hasznosították, igába fogták a ló energiáját. A lovak erőteljes, tökéletes mozgása mindenkit lenyűgöz. Magazinnak kezdettől fogva van egy állandó rovata, a tesztrovat. Most Géczi Gézát, a rovat vezetőjét kérdezem, hogyan áll össze hónapról hónapra ez a munka? Hát megnézve az üzleteknek a kínálatát, szinte úgy tűnik, hogy ez egy roppant egyszerű dolog, hisz végső fokon szinte minden készülék megtalálható már a hazai kínálatba, ami a nyugat-európai piacokon létezik. Mégis úgy érzem, hogy ahhoz, hogy a megfelelő egyensúly meglegyen minden hónapban, tehát bemutatásra tudjanak kerülni tévékészülékek is, videomagnók is, kamkorderek is, és még egy csomó dologról beszéltem azért, ami kimarad, hogy a megfelelő arányok meglegyenek, mégsem tud belekerülni ebbe, elég nagy fejtörést okoz. Ezzel együtt egyrészt az olvasóknak az érdeklődése alapján, másrészt a legnagyobb érdeklődésre tartó számot tartó készülékeknek a köréből próbáljuk mindig kiválasztani azokat, amiket az adott hónapban be fogunk mutatni. A videomagazin tanácsadó rovatának gazdájával, Horváth Jánossal beszélgetnénk, hogy milyen ötletek alapján próbál segíteni a videomagazin olvasóinak. Két évvel ezelőtt barátok és ismerősök tanácsai, vagy illetve kérdései vetették fel ennek a rovatnak az ötletét alapvetően. Úgyhogy azóta is ezek a kérdések táplálják nagy részt a rovatot. Az fő cél az, hogy közérthető nyelven megfogalmazzunk olyan műszaki problémákat, amik gondot okoznak sokszor műszaki embereknek is. És hát ezt megfogalmazni olyan nyelven, hogy mindenki megértse, sokszor nem könnyű. Pláne úgy, hogy most már a harmadik év lesz az, hogy hónapról hónapra minden olvasót érdeklő kérdésre kell válaszolni, úgyhogy mindenki megértse. Köszönjük szépen, hogy bepillanthattunk a szerkesztés titkaiba, és most játék következik. Mikor jelent meg a videomagazin első száma? És most egy beugrató kérdés, mikor jelenik meg a videomagazin következő száma? Melyik kiadó jelenteti meg a videomagazint? Beküldési határidő 1996. január 15-e. Szilágyi G. Gábornak több cikke is szokott megjelenni a videomagazinban. Az összes írása filmközeliségről árulkodik. Honnan ez a film szerete? Gyerekkorom óta rajongok a filmekért. Tulajdonképpen nem volt nehéz dolgom, mert filmes családba születtem. Édesapám a filmarchívumban volt műszaki csoportvezető,
és hát rajta keresztül rengeteg filmet volt alkalmam megnézni. Emellett a másik otthonom, az a filmmúzeum volt, a 60-as évek végén, 70-es évek elején. A filmklubokba rendszeresen eljártam, rengeteg filmet néztem, és tulajdonképpen ez adta meg azt a bázisanyagot, amiből végül is ezek a cikkek az egyes számokban megjelennek, elkészülnek. Köszönöm szépen. Máté György, az Erotika a filmművészetben című írás alkotója. Bár én sejtem, de számodra miért izgalmas, miért érdekes ez a téma? Szerintem az erotika mindenki számára érdekes 18 éven felül. Erotikát a legkülönbözőbb tárgyakban megtalálhatjuk. Van, akinek egy Fiat Panda számít erotikus tárgynak, van, aki egy panelházban lát valamilyen erotikát. Én az erotikus filmekről azért írtam hosszabban, mert úgy gondoltam, hogy az emberek, az újságolvasói nem feltétlenül tudják, hogy mi is a különbség pornográfia és erotika között, holott igen nagy különbség van a kettő között. Erotikus motivumokkal számos művészileg megkomponált film él. A pornográfia viszont az én felfogásom szerint eleve kizárja a művészi értéket, vagy azt nagyon alacsonyra szállítja. És arról próbáltam írni, hogy a kettő között mi is a különbség. Köszönjük szépen! Végezetül átadom a szót azoknak, akiknek ez a műsor köszönhető. Az eddigi visszajelzések alapján, részben telefonok, részben levelek alapján megállapítható, hogy erre a műsorra szükség van. 1996-ban épp ezért folytatni szeretnénk. Mind a videótékások, mind a nagy közönség számára. Na, én megkeresem a Jóskát. Józsi, vége a bulinak, ne színészkedj tovább. Köszönöm. Boldogabb új évet. Jövőre találkozunk. Ez se stb. Na várjál, ne levessél, figyelj, ezt, tehát azt mondja, úgy is el fogom mondani. A 100. kiadásának a 10. éves fennállásában a... Most mit nevetsz? Hát nem értettem az utolsó mondatodat, kristálytisztán. Hát akkor próbáld meg talán elmondani te. Ha-ha. 1996. január 15-én. Ja, igen, ez. Hát, ez már jó, Pati. Mert véget. Már jöhetek, és akkor most kapni is most jön. És most kapják meg. Már kapják meg! Jó. És nézek arra, vagy már csak ki? Jó. Jó, 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 jó. Igazán családias nálunk a hangulat, hiszen profik vagyunk.